Ez az út több szakaszban lett egy konstruálva. Alsószeliben, Kinálében, Nátszegen és a Nyárasdi híd. Hosszú évek után történt meg ez a dolog, és ez nagy örömünkre szolgál mindannyiunknak, minden lakosnak, minden gépkocsi vezetőnek, hiszen akik itt élünk, akik átélünk ezt a kamionforgalmat, hiszen főleg ez okozza a problémát nekünk, tudjuk, hogy ez mivel jár. Ezért a munkálatokért és ezért a javításért nagy köszönet jár elnök úrnak és alelnök úrnak és minden megyei képviselőnek. Köszönöm szépen! Vážení spoluobčania, je mi naozaj cťou, že vás môžem dnes pozdraviť v deň, keď oslavujete. Keď oslavujete prácu statočných ľudí, ktorí obrábajú našu rodnú zem, ktorá potom prináša úžasné plody. Zároveň tento deň sme využili na to, aby sme slávnostne otvorili zrekonštruovaný úsek cesty medzi obcou Trstice a Královým Brodom. Je to už aspoň 10 rokov, odkedy som v úrade, trvalou súčasťou práce Trnavského samosprávneho kraja, že rekonštruujeme cesty. Snažíme sa, aby naozaj v našom kraji, ktorý je prekrásnym kútom Slovenska, boli ľudia nielen dobrí ľudia, aby tu žili a poctivo obrábali zem, ale hlavne, aby sa z jedného kúta kraja do druhého mohli dostať po dobrých cestách. Spoľahlivo, bezpečne a rýchlo. Teším sa, že sa nám podarilo opätovne zrekonštruovať časť cesty a že teda patríme na Slovensku v podstate na prvé miesto medzi krajmi, čo sa týka rekonštrukcie ciest. Máme zrekonštruovaných viacej ako 30% ciest. Je to ambícia, v ktorej budeme pokračovať a verím, že sa dočkáme aj v ďalších častiach nášho kraja takýchto slávnostných okamihov. Én tudom, hogy ezen túl még nagyon sok út felújításra vár, és itt az elnök úr jelenlétében tudom mondani önöknek, hogy megteszünk mindent azért, hogy a lehető legrövidebb időn belül meg tudjuk javítani a többi utat is, például a Királylév és Nátszeg közti ezt a hosszú egyenes szakaszt, aminek sajnos a kamionforgalom miatt beszakadtak a szélei több helyen és felújításra szorul. Azt is el kell mondani, hogy ezeket az utakat is az Európa Uniós alapokból sikerült felújítani. Ha nem lennének ezek az alapok, és ezért köszönet az Európai Uniónak, akkor nem tudnánk ezeket az utakat sem ilyen mértékben felújítani, ahogy az sikerült. Én azt hiszem, hogy a szlovák-magyar közös együttműködésről nem beszélni kell, hanem azt csinálni kell. Én örülök, hogy ebben a megyében ez működik, és ebben a megyében ez jól működik. Mutathatnánk olyan megyét, ahol ez nem működik, de nagyon örülök neki, hogy az együttműködés ebben a megyében működik, és ebben természetesen elnök úrnak nagy szerepe van, de mi is logikusan, racionálisan és a dolgoknak a nyitott oldalával állunk a helyzethez, hiszen nem egymással szembe, hanem egymást kiegészítve és együttműködve tudunk eredményeket felmutatni, ami mindenkinek jó. Én azt kívánom, hogy még nagyon sok ilyen útátadással vehessünk együtt részt, és az iskolák, a szociális otthonok és minden, ami a megyei hatáskörhez tartozik, azon belül tudjunk eredményeket felmutatni még abban a két évben, ami előttünk áll. És ezt gyakorlatilag 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 gyakorlatilag